Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a Heti Kortárs, a Heti TV kulturális magazinja. 70 adással ezelőtt azzal a célkitűzéssel kezdtük el ezt a műsort, hogy ezt a kortárs szektort, amit nagyon sok félreértés övez, egy kicsit közelebb hozzuk Önökhöz, mert ez magabiztosabbá teszi azokat, akik úgy gondolják, hogy erről véleményük van, pedig hogyha nem értjük a dolgokat, akkor ezeket a hézagokat bizonyos hiedelmekkel, tévhitekkel, egyebekkel pótoljuk ki, és ez nem mindig hasznos. Olyan személyeket vonultatunk föl, akik ezt a kortárs kicsit érthetőbbé teszik, mert ugye nincs olyan, hogy széna, nincs olyan, hogy művészet, személyek vannak, egyéniségek vannak, művészek vannak, illetve szereplők továbbiakban. És a mai vendégem ennek okán Koronczy Endre, szervusz! Szervusz, köszönöm a meghívást! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és ugye teljes díszben. Tehát ugye ez mindig csodálkozom, és nagyon ritka a mai magyar kortárs szcénában is, hogy valaki ennyire tudatosan építse föl a saját imázsát. Tehát ez a sárga-fekete, ez kezdettől fogva megvan nálad, vagy ez idő során jött? Hát most már jó sok évre tekint vissza ez a dolog. Ez is egy projekt volt, de most nem erről akartunk beszélni, de ez is egy projekt volt, aztán ennyi maradt a projektből. Sajnos a projekt időközben megöregedett, én viszont nem, de... Csak fiatalon. Igen. Hát nem olyan nagyon tudatos építkezés ez egyébként, tehát ez ki tud alakulni, csomó dolgot leegyszerűsít az ember életében, hogyha vannak ilyen vonalak, vagy ilyen elképzelések, amihez így könnyen tudja igazítani a választásait. Ennyi az egész, nem kell. Nagyon sok munkát kapcsolódik a tájhoz, a természethez, ugye tudatosságról szól, hogy a környezet tudatosság ezekbe szerepet játszott, vagy ez gyakorlatilag egy ilyen additív dolog, amit esetleg sokan belelátnak? Hát ez egy furcsa történet, és tényleg erről most sokat beszélünk, kicsit a szándékaim ellenére, de nem baj, hogy beszélünk róla, mert az viszont a szándékaim szerint való. Hát ez a projekt, aminek most itt az első képeit már látjuk mögöttünk, ez 2009-ben, 2010-ben kezdődött, és ennek az a neve, hogy Plóbuter Park projekt. Ez tulajdonképpen egy ilyen kísérleti zóna, ennek én adtam ezt a nevet, ennek a zónának, ahol én ilyen tehát kutató... Tehát ilyen szó nem létezett? Hát ezt én találtam ki, én neveztem, én neveztem el ezt a... Hát ezt az ilyen képzeletbeli teret, ahol én ezeket a kutatásokat végzem, azért kapta ezt a nevet, hogy ez ne legyen összekeverhető semmi mással. Tehát legyen neve a gyereknek. Egy sajátos. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki beírja a Google-ba, akkor ez kell, hogy kijöjjön. Ez olyan, mint egy hashtag, nem? Tehát, hogy... Mint egy név, amikor elnevezzük a dolgainkat. Szóval ez most már több mint 10 éve, 11-12 éve fut, és hát elég meglepő arra gondolni, hogy 12 évvel ezelőtt egészen másképpen gondolkoztunk még a környezettudatosságról, a környezetvédelemről, a szennyezésről, tehát az, hogy én ezekkel az acskókkal, fóliákkal és ilyen plastik szemetekkel kezdtem el dolgozni, ez akkor még sokkal kevésbé volt ennyire szimbolikus, mint amennyire most az lett. Szóval egy kicsit beért engem ez a topik, vagy egy kicsit most így ránehezedik erre a dologra, de nem baj, mert ezt lehet tematizálni. Ezt csak azért szoktam mindig elmondani, mert az alapvető motivációja az nem egy környezetvédelmi vagy környezettudatos projekt volt ennek. Sokkal inkább azzal próbáltam kísérletezni, hogy a széllel, a természetben megjelenő légmozgásokkal, azokkal én hogyan tudok dolgozni, hogyan tudom azt kitapasztalni, hogyan tudom kutatni, hogy hát a szél kelti életre, vagy a szél kezdi el megmozgatni ezeket. Igen, egyébként ez egy nagyon szép gondolat, és ezzel elgondolkodtam, hogy hát a szél meg a lélek, tehát ez talán az ősidőktől fogva valami paralel fogalom. Tehát olvastam például Zolnay Vilmos Művészetek eredete című könyvébe, persze nyilván ez egy ilyen hipotézis, hogy a toll motívum az is onnan ered, hogy amikor az utolsó lehelete elszállt az illető, akkor volt vége a történetnek, és ez hogy hagyományozott a népi motívumokba. Ugye itt ezekkel a különböző zacskókkal és egyéb szemetekkel, ahogy mondtad, ugye te kvázi beavatkozol a tájba. De ezek hova tartoznak? Tehát ez nem igazán lendárt, mert ott komoly maradandó dolgok vannak, igen. Tehát ez egy felelősség is gyakorlatilag a tájba dolgozni. Hát igen, és itt azért mégiscsak bejön a képbe ez a környezettudatos magatartás, tehát hogyha ilyen tulajdonképpen szennyező anyagokkal dolgozik az ember a tájba, akkor egy kicsit nagyobb felelősség terhelődik rá a munka közben, de azt gondolom, hogy ezzel a munkával, vagy ahogyan az ember dolgozik, vagy ahogyan ezekkel az eszközökkel, szemetekkel megjelenik a tájban, illetve hogy onnan kivonul vagy levonul, ezzel hát lehet egy ilyen példamutató magatartást követni, és akkor az azért mégiscsak
annak lehet egy üzenete ebben a kontextusban is. Ez nagyon érdekes egyébként, tehát ez végig is hova sorol? Ez most Lendárt, vagy ez csak gyakorlatilag... Én nem sorolom oda, mert a Lendárt... Csak installáció valahol egy ilyen nyílt térben? Igen, igen. Volt a Kapa Központban egy pár évvel ezelőtt egy kiállítás, és annak a kiállításnak pont ez volt a kérdés, az első fontos, vagy a legfontosabb kérdése, vagy ami minket érdekelt a kurátorral, hogy ezek most fotók, szeretjük besorolni a valamiről, vagy ezek a valamik ott kint vannak, tehát például Lendárt művek vagy sem, amikről készül mi egy fotodokumentáció. Mi a kontextusa? Nem? Igen, hát a Lendárt szigorú definíciója szerint, ugye ez egy olyan tájbeavatkozás, ami a tájjal együtt és elodálódik el aztánként, tehát hogy így beleépül, beleolvad a tájban. Na hát ez viszont pont nem. Mert hogy itt az egy fontos kritérium, hogy én mindig mindent elcsomagolok a végén, tehát a legapróbb szemét vagy kábelkötegelő sem maradhat ott a szántóföldön. Ezek gyakorlatilag ilyen bevásárló szatyrok? Igen. Aha. Igen. Hát ezek a nagy fóliák, ezek pedig ilyen takarófóliák, amiket ilyen lakásfelújításnál használnak. Ezek hatalmas méretek, ugye a tájban minden kicsinek tűnik, de ezek ilyen hatalmas méretű nagy fóliák, amikbe gyönyörűen belekap a szél, és valami elképesztő táncot tudnak járni, vagy mozogni a... Aha. A kortárs és általában művészeti piaccal kapcsolatban mindig fölmerül ennek a műtárgyaknak eladhatósága. Ez csak egy ilyen szójáték, hogy itt ugye a bevásárló szatyrok kapcsán ennél piacképesebb dolgot. Nem nagyon találkoztam ezzel, hogy a környezet tudatosság meg ugye ezek, ahogy fölépülnek, tehát hogy amikor, és ezeket ugye dokumentálod, és nagyon fontos a dokumentáció a kortásban, hogy itt maguk a felhasznált zacskók is az adott projekthez le vannak zsírozva, így mondjam, és téve, hogy ezeket többször használom. Tehát én nem a fóliát tekintem itt a műtárgyanak természetesen. Tehát például ez a reciklálás, ez ugye ebben is megjelenik, hogy ezeket a fóliákat, az acskókat, tehát ugye nincs újrahasznosítható. Őrültség lenne annyit használni mindig. Nem, tehát ezek... a performance-nál például mondják, hogy itt a kellékek és egyebek, amiket használnak a performance-hoz, az a későbbiekben, mint relikvia, az a projektnek a további éltetése, meg az emlékének a megőrzése kapcsán, az ugye hagyományozódik, és bekerülhet a műpiacba. Igen, de ezek azért szemetek igazából. Szóval, hogy jó, hogy a végé, most, amikor már sokra van szükség... Művészetörténet nagyon sok ilyen szemét installációt ismer. Igen. Szóval én nem ezeket a fóliákat. Ezek azért tönkre is mennek, ezek a vékony, ezek ilyen nagyon vékony hártyaszerű biztos. Hogyne, ugye, én is használom, ilyen... festettem lakást már, úgyhogy tudom, igen, hogy ezek. Igen. Tehát ezek azért tönkre mennek. Egyébként nem... zseniálisak, tehát hogy nagyon szépek a fotók, meg kell mondanom, és hadd dicsérjelek egy kicsit szembe, ezt nem szoktam, hogy most már 70 adást csináltam, de meg kell mondanom, hogy ennyire tudatosan senki nem közelített a témához, hogy ekkora fotóanyag ilyen jó válogatva, és ez elég sokat foglalkoztál ezzel, hogy te mindig maximalista vagy? Sok kép készül ezekről, mert ezek mind pillanatok. Hát majd ha talán megmozdul egyik másik, ahogy itt majd sorra kerül egy videó, hogy ezek azért többnyire rövid pillanatok, az egyébként egy megválaszolatlan kérdés, egy picit egy előbbi félmondatodra visszatérve, hogy itt most mi a műtárgy. Hogy az a pillanat a műtárgy. Múltkor valami Facebook kommentben véletlenül kanyarodtam oda, hogy az Erwin Wurmnak vannak az egyperces szobrai, igen, és akkor, hogy ezek pedig lehet, hogy egy ezred másodperces szobrok, igen. Vagy olyan. Tehát én ezeket nem tartom dokumentációnak, mert egy dokumentáció az sokkal hűvösebb és tárgyilagosabb kéne, hogy legyen, ha azt ugye a dokumentációnak az igényével készít. Itt azért nagyon sokszor a fényviszonyok, az időjárás, az éppen pillanatnyi, az háttérbe átrohanó szarvas, nem tudom, tehát ezek mind ugye ilyen nem várt véletlenszerű, igen, jelenségek, amikből valami furcsa dolog összeáll, és akkor, de hát fotoművészetnek sem mondanám, mert az meg aztán végképp nem. De természetfotós munkáknak sem mondanám, tehát hogy ugye a természetfotósok is van, hogy beássák magukat, és akkor hónapokig várják, hogy a jégmadárot elcsipentse. Hát igen, én ezeket nem várom, hanem csinálom, tehát hogy, de ugyanakkor egy jó pillanatot, vagy egy jó együttállást, amikor a szél jó irányból fúj, a nap jó irányból süt, vagy nem süt, vagy éppen fel kell, vagy a dér, vagy a nem tudom, tehát hogy ezek nagyon sok kísérletezés. Ezeket valahogy áthatja számomra ugye a szabadság szelleme, illetve a másik, hogy
hogy van ebbe egyfajta ilyen természetbe való kivonulás, hogy ezek teljesen releváns észrevételek? Ez valamennyire tudatos is volt, igen. Az első ilyen zacskós, vagy ilyen légmozgással operáló installációkat, azokat persze kiállító terembe készítettem, illetve hát ott is egy csomó szabadtéri tanulmány után készültek. A Kiscelli Múzeumban volt egy nagy installáció, ahol most azt pont nem mutatjuk, de hogy ahol ilyen zacskókot kóvályogtak a térben. És utána jött az igény, hogy akkor egy kicsit menjünk ki újból a természetbe, és használjuk az igazi szelet, azt az igazi légmozgást, azt a természetnek azt a nagy lehelletét, ugye, ami ezeket a fóliákat vagy zacskókat életre kelti, vagy lélekkel tölti meg. Ugye, hogy az. És hát az egy olyan, én azt egy ilyen gesztusnak gondolom, vagy éreztem akkor is egyébként, hogy igen, hát igen, kimész, ahogy mostantól akkor a táj, vagy a szántóföld, vagy a tengerpart a műterem, és akkor ott dolgozunk ennek. Igen, hát van ennek egy kontextusa is, vagy ugye ez az ahogy most az intézményrendszer átalakul, arra is lehet egy ilyen bátortalan válasz az, hogy az ember szeret inkább függetlenül, vagy inkább szabadon, inkább a tájban, inkább a természet erőivel küzdve, mint sem, hogy mással küzdve bajlódni, vagy valamire rátalálni, vagy valamit fölismerni. Mit jelent a függetlenség a te olvasatodban? Hát a szabadság, a függetlenség az, hogy azok a... Tehát az én általam megfogalmazott kihívásokra próbálok fókuszálni. Tehát, hogy én ezt szeretem egy... Lehet, hogy ezek ilyen nagy szavak, bocsánat, én ezt egy ilyen kutató munkának. Nem kell félni a nagy szavaktól. Vagy egy ilyen felfedezésnek, egy ráismerésnek. Hát ugye ez mindannyiunknak az élménye, már óvodáskorba kezdődik, hogy valamire az ember rátalál, valamire rácsodálkozik az életbe. Ez egy halál egyszerű dolog, ami engem rabul ejtett egy pár évvel ezelőtt, és akkor ettől úgy nehéz szabadulni, vagy nem is akarok, vagy kéne már, de nem tudom. És akkor ebbe hát a végtelenségig lehet így a mélységeket, vagy újabb rétegeket, vagy újabb apró kis felfedezéseket, újabb apró lépéseket tenni valami. Úgy ismernek téged irányába. Egyébként itt a szektorban, itt szoktunk beszélgetni egymásról, meg a művészekről, meg általában, tehát amikor te kerül szóba, akkor tehát azt mondják, hogy az az ember, aki valamire rászívja magát, ezerre tolja, tehát mint a bulldog itt. Tehát azért kérdezem, mert hogy a kortárs attitűd, hogy az ezt igényli-e? Tehát, hogy ezt a fajta céltudatos, nagyon szorgalmas, nagyon kitartó eltökélt magatartás. Mert én például beszélgettem egy idősebb művész, és akkor ő azt mondta, hogy a művészi szabadság az azt jelenti, hogy a művész azt sem akar, ha úgy gondolja, akkor éppen nem csinál semmit. Én ezzel nem értek egyet. Hát, ha őt azt teszi boldoggá, hogy nem csinál semmit, engem azt tesz boldoggá, ha csinálhatom, amit akarok. Tehát, hogy ez szcénának nevezi magát ez a közeg, tehát ami azt jelenti, hogy színtért, vannak szereplők, mindenkinek játszani kell a szerepét, nem? Tehát nem játssz a szerepét, akkor gyakorlatilag, nem? Tehát, hogy mi a művész feladata a mai kortárs közegben? Igen, de szerintem aki ennyire, hát nem tudom, aki valamiben elmélyed, az nem annyira kívülről nézi magát szerintem, vagy nem ebben a szerepben próbálja, tehát... Hát ez, nem tudom, hát egy mániává tudám ez válni, vagy szóval, hogy egy elkötelezettségé, vagy nem tudom, hát egy művésznek az élete, most nem tudom, én magamat egyáltalán művésznek nevezzem, mert mindegy, nem tudom, de hogy egy művésznek az élete az erről szól, vagy ennek van alárendelve tulajdonképpen majdnem minden más. Tehát én ezt kevésbé érzem szerepjátéknak, vagy ilyen megfelelésnek, vagy nem tudom, hát... Hát, hogy mindenki csinálja a dolgát. Teszi a dolgát, és hát minden, én azt gondolom, az én vágyaim azok például abban az irányba mutatnak, hogy ezt még jobban tehessem. Vagy, tehát a jobban az, hogy többet is, meg hogy jobb minőségbe vagy, szóval, hogy előrébb jussak valamibe. És ezért nagyon sokat, tehát az a jó. Az ember sokszor akkor talál rá dolgokra, amikor a legkevésbé számít rá. Tehát... Akkor, amikor fölkértelek erre a beszélgetésre, akkor én nagyon jó pofát írtál nekem, hogy egyébként szoktam figyelni a műsoraidat, és hogy nagyon, nagyon jól csinálod, néha még, mintha élveznéd is. Tehát, hogy vidultam, hogy hát
Ilyet még soha senki. Nem, de ez teljesen jó, tehát egyébként fontos az, hogy ha valaki csinál valamit, az élvezze is, vagy maga az elkötelezettség, az, hogyha ez egy kihívás, akkor ez egy ilyen fölvállalt küzdelem. Tehát, hogy mennyire éled meg ezt, hogy és ne is félre, tehát magától értedő kötelesség szinten valaki fölveszi reggel a sárga jackiét, fogja a fényképezőt és megy ki a természetbe, akár esik, akár fúj. Igen, és sokszor dolga végezetlenül jön haza, az is benne van, hogy teljesen fölöslegesen építettem föl egy aznapi valamit. Meg... De megnyugodtál, hogy te megtetted azt, amit tőled telt, nem? Tehát, igen, igen, de ezt egyébként szerintem ez bárki kolléga megerősítheti, hogy ez nem egy ilyen kötelességszerű, vagy egy ilyen kötelezettségszerű. Nem gondolom, hogy ezt ki kell mondani, ez úgy jön. Ez nem rossz. Ez nem rossz. Tehát valahol ugye ez a feladatunk, tehát nem? Tehát, hogy emellett tettük le a voksot, és igazából én néha egy picit úgy is érzem, hogy nem mi választjuk a keresztet, hanem a kereszt minket. Tehát, hogy honnan jön egyébként ez az egész. Igen. A kivonulásról még egy picit, hogy ugye sokan mondják, hogy ezzel az egész intézményrendszerrel, művészeti közeggel, piaccal, piacorientáltsággal nem értenek egyet. Tehát, hogy bárkit megkérdeze egyébként, és tisztelt a kivételnek, akinek esetleg szárnyal a szekér, hogy jó ez így, azt mondják, hogy nem. Tehát, hogy van-e ebben egy ilyen eltávolodás, hogy túl azon, hogy kimegyünk a természetbe, és akkor ezeket ott létrehozzuk, hogy objektívebben rá tudunk nézni az egész kintről, mert hogy bentről van egy ilyen belső vakság, meg rutinok szövik át ezt az egész környezetet. Hogy a megújulásnak ez előfeltétele, hogy egy kicsit eltávolodjunk, és hát igen, illetve hát az a kérdés, hogy milyen lehetőségekkel találja szembe magát az ember. Milyen lehetőségek adódnak, amelyekben művek tudnak létrejönni. Uh-huh. Amikor egy saját programot kezd el az ember futtatni, vagy ez a program ez eleve úgy van kitalálva, hogy minél kevesebb olyan dologtól függjön, amire nincs ráhatással, vagy amit nem tud kedvezően befolyásolni a saját eszközeivel, akkor ez adódik, hát aztán ennek megvan minden jó és rossz oldala is, tehát ha én kint vagyok hajnalban a tóparton, vagy a szántóföldön, akkor ugye ott egy sokkal kisebb, vagy más típusú figyelem irányul az én tevékenységemre, tehát hogy ez azért sok áldozattal is jár ez a mármint hogy ilyen figyelemgazdasági áldozattal is jár ez az elvonulás, vagy de hát igen, amikor egy széna belső struktúrája markánsan megváltozik, akkor arra mindenki valahogy válaszol, vagy mindenki valami válasz lépést, vagy valahogy megpróbál új módon, vagy új megfogalmazásban viszonyulni ahhoz a megváltozott helyzethez. Ugye nagyon sok minden megváltozott a pandémia alatt. Pandémia alatt is, meg folyamatos változásban vagyunk, és ugye a kortársak kapcsolatban szokták mondani, hogy tükröt tart a világnak, de én meg szoktam kérdezni néha, hogy de ki tart tükröt a művésznek. Tehát, hogy ugye említetted, hogy nem is tudod, hogy te mondhatod-e magadról, hogy művész vagy. Ez olyan szempontból egyetértek, hogy nyilván valaki mondhatja egy művészről, hogy ő jó művész vagy. Nem, ezeket általában kurátoroknak hívják itt az Artworld-be, és mit is akartam mondani? Tehát, hogy ki képvisel téged? Képvisel téged? Tehát galériánál vagy-e? Tehát, hogy ízesülsz ebbe a szektorba? Hát nézd, ez kereskedelmi szempontból nehezen értelmezhető egy ilyen típusú, bár most pont festményeket látunk igen, a háttérben. Ezt akartam említeni, azért konkrét műtárgyakat is készítik. Ez egy tulajdonképpen egy viszonylag friss dolog, a szél tanulmányozásának egy újabb médiuma lett, vagy ez így kijelölődött valahogy az utóbbi években, hogyan lehet más műfajokon, vagy más médiumokon keresztül ugyanazt a kutatómunkát folytatni, csak más eszközökkel, vagy más, mindegy, ez hát nézd, ez a projektszerű művészet, vagy az, amikor még az sem igazán definiált, hogy most akkor itt tényleg hol a műtárgy, vagy mi a műtárgy, vagy ez a műtárgy az
hát nagyon nehezen becsomagolható vagy bekeretezhető, akkor ennek így viszonylag nehéz megtalálni a saját identitását, hogy ez most hova kerülhet, mi lehet ezzel, hogy ez most ugye a neten megosztott vizuális anyagokban. Miből finanszírozod ezt a tevékenységet? Az acskok nagyon olcsók. Igen, de azért tehát az is pénzbe kerül, hogy kimész és akkor csinál, azalt nem keresel másra a pénzt. Tehát, hogy a fenntartható modelleket szeretném esetleg egy kicsit, mert és semmi gond nincs azzal egyébként, hogyha, mert Magyarországon általános sajnos, hogy egy művész nem tud mindig megélni a saját művészét, de törekszik rá, tehát hogy te ebből konkrétan meg tudsz élni. Még egyszer, hogy tehát most valaki képvisel téged, vagy teljesen független vagy, és akkor más csatornákat keresel? Hát nehéz erről beszélni, de a megélhetésnek nyilván nem ez a forrása. Szóval, hogy hát sokféle életmodell vagy pályamodell létezik. Szerencsére ezzel tényleg az a helyzet, hogy ez nem egy olyan, tehát itt tulajdonképpen egy ilyen saját szervező munkával, vagy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen életvitelszerű valamivel ez azért valamennyire fenntartható az, hogyha az ember tájba dolgozik, olyan eszközöket használ, amik, olyan anyagokat használ, amik nem hatalmas energiákat vagy pénzeket nem kell hozzá megmozgatni. És hát ugye ezek mind ilyen, ez a másik tulajdonképpen ilyen fő jellemző, hogy ezek mind ilyen gerilla akciók, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy nem nincsenek ezek engedélyeztetve, vagy szóval ezek nem ilyen hosszas szervező. Tehát én ugye a széllel kell, hogy együtt működjek, szerencsére. Kérek engedélyt, a szelet használni. Tehát igen, mert akkor viszont nagyon hamar falakba ütközik egyébként az ember, és ezeket is megtapasztaltam, amikor ezeket olyan helyen próbáltuk fölállítani különböző nagyobb vagy ilyen közös projekteknek a keretén belül, amikor tereket kellett volna használni, tehát engedélyeztetni kellett volna, tereket kellett volna használni hozzá, akkor nagyon hamar falakba ütközik az ember. Tehát tulajdonképpen az előbb kérdezted, hogy mit jelent számomra a szabadság vagy a függetlenség, hát az tulajdonképpen ezt is egy picit, hogy ezek a nagyon fárasztó falak között próbáljon elslisszolni az ember néha. Uh-huh. Ugye a művészetben mindig nagyon fontos a kontextus, tehát hogy honnan indult, hova ered, a művészeti lexikont fölcsapjuk, ott van, hogy kinek ki a mestere, stb. Tehát, hogy te ugye képzőre jártál. Igen. És hogy ugye ki az, aki úgy hatott rád, tehát nem csak ott a tanulmányai során, hanem azért kérdem, mert tehát én például ugye a fotóanyagot néztem, meg a munkáidat, tehát láttam ezt a bizonyos jeges dolgot ott, és egy kicsit fölrémledve Olafur Eliassonnak az Ice Watch munkája, ugye amikor jéghegyet bevontatta ott, aztán Dániába, és akkor ott kitette a tömböket, és elolvadtak, és akkor a klímacsúcsot ez kicsit értelmezhetővé teszi, hogy hát megyünk a pusztulás felé, tehát hogy ez van nagyba is, ami itt kicsibe. Tehát hogy ez a, tehát ki hatott rád? Mi a... Hát nagyon jó, hogy őt említed, nekem nagy kedvencem ő, hát ő is a tájjal, a természettel, meg pont ilyen tűnékeny jelenségekkel imád foglalkozni, hát ő neki azért, ne felejtsük el megjegyezni, hogy egy hatalmas apparátusa van, akivel... Ez így van. Akivel együtt dolgozik, tehát ő nem a kábelkötegelővel és a kis fogójával indul ki a tájba, tehát ez egy más típusú alkotási folyamat, de hát ha már az egyetemet hoztad szóba, bárcsak ő lehetett volna a mesterem az egyetemen. Igen, hát ő egy nagyon kedves fókusza lehet az érdeklődésnek, vagy egy jó, bárcsak jó párhuzam lehetne azokkal a próbálkozásokkal, amiket én próbálok a tájba, vagy amit én igyekszem. A plener festészet, hogyha már itt a tájba való festést fölemlítettük, ugye annak nagyon régi hagyományai vannak, de én egy idő óta ezzel nagyon nem is találkoztam, kortárs meg pláne. Hát, hogy ez mennyire novum a mai korban? Hát ez látod, jó kérdés, nem tudom.
Nem tudom, de... Talán egy ilyen méretben. De engem ez rettenetesen... abszolút expresszionista stílusban vagy. Ez engem rettenetesen elkezdett izgatni egy adott ponton, amely pontra most nem is tudok visszaemlékezni, hogy mi volt az, ami miatt. De hogy ugye a széllel foglalkozom, a szélnek a struktúráját próbálom megérteni, vagy azt, hogy ez a hatalmas lehellet, ami itt időnként jön, és fellelkesít minket, vagy valamivel megtölti itt ezt az atmoszférát körülöttünk, hogy ennek a struktúrájának a tanulmányozására ugyanúgy lehetne egy eszköz azt, hogy akkor én volt egy ilyen kiállítás, aminek az volt a cím, hogy megfestem a szelet. Most a szelet nem lehet megfesteni, hát erről az elsődleges, ami eszünkbe jut, hogy ugye a szél az nem látható, tehát akkor egy ilyen vizuális eszközzel, egy ilyen ábrázoló eszközzel akkor hogy is lehetne megfesteni? Természetesen nem lehet, de hogy én azt gondoltam, hogy azt a struktúrát, vagy azt, amit én a szélről most már 10 éve megtapasztalok, azt viszont megjeleníteni, tehát valami hasonló struktúrát megjeleníteni, tehát nem ábrázolni, hanem létrehozni a vásznon valami olyat. Érzékied. Amiről én azt gondolom, hogy érzéki lenyomatot mondjuk. Igen, hogy a széllel azonos struktúra, azt megpróbáltam, nem biztos, hogy sikerült, ezt mindenki döntse el maga, megpróbáltam így a festészetnek az eszközeivel, és akkor persze hát van ilyen, tehát kivonulni egy nagy festővászonnal, az nagyon izgi dolog ám, és a szélben festeni a szelet, amit nem látok, csak érzek, de a festést ugyanúgy érzem, illetve aztán jön a szél, és ugyanaz a szél szárítja meg a festéket a vásznon. Sőt, föl is boríthatja adott esetben. Tehát ugyanaz a szél szárít nekem, tehát dolgozik nekem, mint amelyiket én próbálom ott valahogy a vásznon is létrehozni újból. Láttam egy videót erről a dologról is, hogy lefestem, vagy megfestem, vagy ilyesmi, és akkor mintha ott ugye azt mondtad volna, hogy te ott azt megjelenített, tehát hogy te nem lefestett, hanem és ugye itt kicsit visszautalva Magrettnek a Ez nem egy pipa című kép, akkor mi az, hogyha nem egy pipa, egy pipának a képe, de akkor itt nem erről van szó, hanem gyakorlatilag te azt mondod, hogy ez akkor az, ami? Pont tehát, az ellenkezőjéről, igen, hogy én nem tehát van az ábrázolás, igen. Amikor ugye egy látvány teremt kapcsolatot az ábrázolt és az ábrázoló között, de itt nem, tehát itt nem vizuális, nyilván a szél már eleve nem látszik, akkor egy kép az hogy tudna ráhasonlítani, vagy hogy tudna vele bármiféle vizuális, tehát hogy nem, itt valami egészen más kapcsolat van, ha van, remélem, hogy van, vagy én szeretném, hogy legyen, de hát én azt állítom ezekről, hogy ezek szélfestmények, vagy szélrajzok, tehát hogy én a szelet rajzolom, vagy a szelet próbálom újból létrehozni a vásznon, vagy a papíron, ez akkor, nem kicsit olyan, mert akkor ezt tekintsük annak, és... Régebben láttam egy filmet, hogy valaki zenére festett, és akkor ilyen címei voltak a festménynek, hogy Beethoven 9. szimfónia. Azt is lehet, igen. Hát ugye az embert hatások érik, tehát hogy azért ott a vásznon megjelennek dolgok, és azok nem csak vizuális dolgok lehetnek. Ugye a zene, ha most mondod a zene, de a zene is nagyon sok ilyen strukturális problémával dolgok, tehát nem csak a pillanatnyi hangzás, vagy a hangszereknek a... Tehát hogy ott is strukturális dolgok jelennek meg, a festészetben is megjelenhetnek olyan strukturális dolgok, amik nem feltétlen vizuális természetűek. Mik a terveid? Hát most ez a festés, ez teljesen magába szippantott. Mindenki így van ezzel. Tehát, hogy aki művésszel beszéltem, a pandémia azt a helyzetet eredményezte, nem voltak események, és mindenki gőzerővel alkott. Igen, most én nekem ez korábban kezdődött, mert ugye a pandémia alatt már nem tudok kimenni se festeni, vagy csak ilyen nagyon korlátozottan. Ez handicap. Tehát most jött az a fordulat, hogy műtermi munkává vált az ami korábban a valódi szélben történt, de nem baj, attól én még ugyanúgy szelet. A digitális tér az ugye szelet festem. Kinyílt, vagy felértékelődött, nem? Tehát ahogy láttam, a digitális térrel például ezek a munkák remekül kommunikálhatók. Igen, bár én azt egy picit ilyen töredékes kommunikációnak érzem. Azért a digitális térben nagyon lehatárolódik a figyelem. Volt egy 2 évvel ezelőtt egy próbálkozásom, készítettem ezekből az anyagokból egy mozifilmet, ami nekem azért volt fontos, mert engem ez a digitális térben való megjelenés, vagy ez a figyelem erózió, azért ez rettenetesen bosszant.
Tehát ezek nagyon lassú, nagyon unalmas, nagyon, nagyon ilyen kis belesüppedést, belehelyezkedést igényelő figyelmet szeretnek ezek a munkák. És akkor én azt gondoltam, hogy hogyha ezt egy picit áthelyezzük egy más helyzetbe, vagy egy más fogyasztási körülmények közé helyezzük ugyanezt a vizuális eredményt, tehát nevezzük mozifilmnek, mert minden nyilván nem volt mozifilm, de egy moziba lehetett megnézni, rendesen ülve. Tudom, hogy most 53 percre beültem a terembe, annyit fogok ott ülni, hogy akkor így szépen belelassul az ember. Egy picit, jó. Picit belenyugszik, picit, tehát rááldozta azt az időt ennek a figyelemnek az aktivizálására, és akkor egy más, nagyon-nagyon más élmény éri. Hát persze az lenne a legideálisabb, ha valakit ki tudnék vinni magammal oda a deres tájba, mert az, hát igen, az hihetetlen. Lehetőségünk behatároltak. Egyébként a filmtörténet ismer ilyen lassú alkotásokat. Tarkovszkijnak a Stalker című filmjére olvastam, hogy mágikus unalom, tehát hogy ezt kicsit ezzel apostrofálták. Meg tudja változtatni a nézőnek a figyelmét, igen, vagy a figyelem fajtáját, hogyha tudja, hogy szóval hozzálassulsz, igen, szépen a filmhez. És belassult akkor a világ is itt a pandémia kapcsán, nyilván nem ok nélkül. Lejárt a műsoridőnk sajnos, nagyon jól elbeszélgettünk, és sok érdekes dolgot érintettünk. Remélem, hogy a kedves nézők is nagyon sok ilyen munkát láttak a háttérben. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm, hogy beszélgettünk. Sok sikert kívánok a továbbiakban. Kedves nézőink, ez volt a mai heti kortás, ennyi fért bele. Remélem, hogy legközelebb még folytathatjuk a beszélgetést. Foglalkoznak kortással, foglalkoznak kortás műgyűjtéssel, nézzék meg ezt az új területet, keressenek rá az interneten, és legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra!